Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter március 4-i bejelentése felrobbantotta az internetet. A legnagyobb közösségi oldalon özönlöttek a felháborodott, vagy éppen a korlátozó intézkedéseket megértő hozzászólások. Az oktatási intézmények vezetői pedig azonnal értekezleteket hívtak össze, hogy megvitassák, miként állnak át a digitális tanrendre. És az általános iskolákat április 7-ig, tehát a tavaszi szünet végéig bezárjuk. A digitális oktatás részleteit az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága dolgozza ki és teszi közzé. Középiskolákra, egyetemekre vonatkozó szabályok, ahol most sincsen jelenlétet igénylő oktatás, változatlanok maradnak. Papírdobozzal a kezében hagyta el a Kaposszegcsői Általános Iskolát az egyik tanár március 5-én, a hét utolsó napján. Az iskolai munkaeszközöket most minden dolgozónak és diáknak haza kell vinnie arra az időszakra, míg az intézmények zárva tartanak. Ebben az iskolában a tanárikar úgy döntött, nem tartanak online órákat. A feladatokat kiadják a Kréta rendszeren keresztül a szülőknek, és azokat később ellenőrzik majd. Azért döntöttek így, mert úgy vélik, mindenkire nagy nyomást helyez ez a helyzet. Átnéztük ezt a felületet, nagyon felhasználóbarát, jól áttekinthető, és minden funkció működik benne, ami szükséges ahhoz, hogy a digitális oktatást meg tudjuk valósítani. Zajlik a bezárás előtti utolsó osztályfőnöki óra a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Itt a középiskolások régen átálltak az online oktatási formára. Most a 6-osztályos gimnázium 7-es, 8-os diákokra vár a feladat, hogy megszokják az új tanrendet. Novotné Bán Erzsébet igazgató azt mondja, a korábbi tapasztalatokat felhasználva felkészülten állnak át ismételten a digitális oktatásra. A tanárok tudják, miként lehet hatékonyan oktatni, de az kérdés, hogy a kisebbek hogyan küzdik majd le az akadályokat. Mi is gyorsabban, könnyebben tudtunk átállni most erre a formára, és meg tudtuk osztani azokat a tapasztalatokat, amiket szereztünk tavasszal, úgyhogy azt gondolom, hogy zökkenőmentesebben zajlik, és talán a számonkérés, az értékelés is működni fog. Április 7-ig tehát biztosan távoktatás lesz az általános iskolákban is.